Az Öböl Televízió hírösszefoglalója következik. Üdvözlöm Önöket! Nézzük kiemelt híreinket először röviden. Energetizálás. Közel 1 milliárdból újulnak meg a kormányhivatalok. Nyílt nap. Sokan érdeklődnek a két tannyelvű gimnázium iránt. Márton nap. Teltház az alsóörsi liba vacsorán. A Veszprém megyei kormányhivatal sikeresen pályázott a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében kiírt középületek energiahatékonysági fejlesztése című felhívásra. Ennek köszönhetően megyeszerte közel 1 milliárd forint értékben valósítanak meg fejlesztéseket. A projekt célja a környezetvédelem és a gazdaságosabb működtetés. Az államnak elhatározott célja, hogy az épületeiket megújítsák, mondta Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár. Az energiafejlesztéseket, amiket a lakosságtól is elvárnak, saját intézményeiken is végre kívánják hajtani. Országosan 237 intézmény újul meg. 2 milliárd forint előkészítő pénzt fordítottunk az előző ciklusban kormányhivatalokra, azért, hogy tudjunk indulni ebben a ciklusban. Ez 174 ingatlan tervezését jelentette ország összesenben, ezek kormányzati épületek. És ebből az új ciklusban pedig erre építve 20 milliárd forintból újítunk meg, a 174 tervezet mellett még körülbelül egy 60-at, tehát 237 a vége. Ennyi épületet újítunk fel országosan. Ezek nem csak önmagukban nyilászáró cserét jelentenek, nem csak tetőszigetelést jelentenek, hanem megújuló energiaforrások felhasználása, geotermikus energia, napelem, tehát a fosszilis energiák kiváltására és az üvegházhatású gázoknak a minél inkább történő csökkentése, a kibocsátásának a csökkentése, ezek is benne vannak ebbe a rendszerbe, és most még küzdünk az NFM-mel abba, hogy egy 5-6 milliárdot ráemeljenek a 20-ra, ami még egy jó néhány épületet tudunk majd megújítani. A 2011-es kormányhivatalok kialakításával az volt a cél, hogy költséghatékonyan tudják működtetni az állami hivatalokat. Ezt már Takács Szabolcs kormány megbízott mondta. Ez sikeresnek bizonyult, hisz évente 400 millió forintot takarítottak meg az állami költségvetésből. 2015-16-ban pedig további csökkenést tudtak elérni azzal, hogy kiköltöztek a bérelt helységekből és saját, majd az önkormányzatoktól ingyenesen megkapott ingatlanokba mentek. Mostani környezeti és energetikai hatékonysági operatív program keretén belül felújításra kerülő és beruházással érintett ingatlanok listája az úgy alakult ki, hogy 2015-ben előkészületekre a akkori KEOP programból közel 70 millió forint állt rendelkezésünkre, hogy megkiválasszuk, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek igazából fejlesztéssel érintettek lehetnek. Első lépésként elkészült egy épületállományi kataszter, ami 76 ingatlan tartalmaz Veszprém megye kormányhivatal tekintetében. Második lépésként pedig 22 ingatlan energiahatékonysági és energetikai tanúsítványának az elkészítésére került sor. Itt természetesen az épületeknek az energiafelhasználás alapján került a rangsorolás, és ebből a 22 ingatlanból került 10 ingatlan terv dokumentációjának is az elkészítésére sor, mely ingatlanok majd a fejlesztések között láthatóak lesznek. Nyílászárók cseréje, homlokzat és födém hőszigetelések, fűtés korszerűsítési munkák és megújuló energiát hasznosító berendezések beépítése. 13 közintézmény esetében fog megvalósulni beruházás. A pályázat kiírója Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programok irányító hatósága. Közel 1 milliárd forintot nyertek el. Vidéken Pápán-Tapolcán 3-3, Balatonfüreden 1 közintézmény esetében lesz beruházás. Veszprémben 6 helyen történik építkezés. Így a megyeházában lévő kormányhivatalban, a foglalkoztatási főosztály épületén, egy irodaépület esetében a főiskola területén, a népegészségügyi főosztály, az élelembiztonsági főosztály, műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztály fog környezettudatosabb és gazdaságosabb épületté válni. A Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium idén is nyílt napot tartott azoknak a nyolcadikosoknak, akik érdeklődnek az általuk kínált lehetőségek iránt. Óralátogatásokon vehettek részt a diákok, a szülőknek tájékoztatást adtak. Emellett betekintést nyerhettek a középiskola mindennapjaiba.
Zsúfolásig megtelt a gimnázium aulája az érdeklődőkkel, és sokan várakoztak a folyosókon is szüleikkel, tanáraikkal. Az ország minden részéről érkeztek a nyílt napra, hogy minél többet tudjanak meg az iskoláról. Volt már a gimnázium pályaválasztási kiállításon is, ott is értesülhettek az érintettek erről az eseményről. Hagyományosan rendezzük meg minden évben két nyílt napunkat. A célunk az, hogy egy kis betekintést nyerjenek az ide kívánkozó gyermekek és szüleik az intézmény életébe. A sok-sok érdeklődő közül, akik be is nyújtják majd jelentkezésüket, két osztályt indítanak szeptemberben. A nyolcadikosoknak kialakult véleményük van arról, miért ezt az iskolát szeretnék választani. Számomra az a lényeg, hogy két tannyelvű iskolába jelentkezzek, ami angol szakos, úgymond, mert szeretnék tovább angolul tanulni, kiköltözni külföldre, mondjuk Amerikába. Számomra az egy úti cél, hogy eljussak egyszer Amerikába, vagy úgy körbeutazzam a világot, és ezért számomra szükséges az angol nyelvtudás. Meg második nyelvként a spanyol szeretném tanulni, hogy úgymond jól érezzem magamat egy olyan országban is, ahol nagyon nem mindenki beszéli azt a nyelvet. A szülők iskola keresése és választása is tudatosan történik. Végignézzük itt Veszprém megyébe a középiskolákat, a fiam ide jár és most végzős, úgyhogy jól ismerjük ezt a gimnáziumot. Ezért. És ez a feltett szándékot, hogy te is ide kerülj, ugye miért? Úgy gondolom, hogy itt nagyon jól meg lehet tanulni a nyelvet, és ez egy olyan dolgot biztosít, ami az élet további folyamán is fontos lehet. Most azonban még 8. osztályos vagy, előtted áll a félévi bizonyítvány, illetve az évvégi, mibe kell nagyon erősnek lenni szerinted? Hát mindenképpen a felvételi tantárgyakban, és fontos még amellett, hogy a felvételit is sikeresen meg tudjam írni. A diákok óralátogatásokon vehettek részt, beülhettek a gimnazisták osztályaiba. Megnézhették, milyen tempóban haladnak, mennyire önállóan kell végezniük a feladatokat. Minden bizonnyal sok újdonság vár itt rájuk, ami eltér a jelenlegi iskolájuktól. S bár a gimnáziumban az angol a fő idegen nyelv, a németet is sokan választják. A diák önkormányzat önkéntesei kiadványokkal és információkkal segítették az eligazodást az intézményben. A szülők körültekintően járnak el, ha több középiskolába is elviszik a pályaválasztás előtt álló gyermekeiket. Minél több információt gyűjtenek, annál könnyebb lesz a döntést majd meghozni. Még egyszer lesz majd nyílt nap az Almádi gimnáziumban ebben a hónapban, s aztán januárban következik az írásbeli felvételi. Az ulti ízig-vérig magyar kártyajáték. Logika, stratégia és kombinációs készség kell a jó ultisnak a győzelemhez. És persze a szerencsés lapjárás sem elhanyagolható. Az ultizás kiváló társasági játék. Balatonfűzfőn két hetente gyűlnek össze a játék szerelmesei. A saját időtöltésen túl most már járási ulti versenyt is tartottak. Gróf Tibor, a Vágfalvi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának szervezésében. Szombaton 4 településről 18 fő vett részt az eseményen. A jó hangulatú versenyt Fischl László nyerte Balatonalmádiból. Második helyezett Tölli László lett, szintén Almádiból, a harmadik helyen Farkas Sándor végzett Balatonfűzfőről. A stílus különféle, de a zene szeretete egyforma volt a Balatonfűzfő Jézus Szíve templomban megrendezett Szent Imre napi iskolai énekkari találkozón. Idén 7 iskola énekkara töltötte együtt énekléssel a péntek délutánt, örömöt lopva műsorával a hallgatóság szívébe. Vidám és szomorú népdalok, dicsőítő és ifjúsági énekek, filmzenék, középkori dallamok. Széles volt a zenei paletta idén is a Balatonfűzfői iskolai énekkari találkozón. Immár 17. alkalommal gyűltek össze a környékbeli kórusok az ifjúság védőszentje, Szent Imre herceg ünnepéhez kapcsolódva, hogy egy délutánt együtt töltsenek és bemutassák egymásnak, szüleiknek és a hallgatóságnak repertoárjukat. Kodály Zoltán írja, hogy a kórus éneklés olyan örömforrás, amely közösséget hoz létre azok között, akik ketten vagy hárman összejönnek. Valóban így van, jó együtt énekelni, ezt ti is megtapasztaltátok. És még én ezt kiegészíteném azzal, hogy nem véletlenül vagyunk itt a templomban, hiszen az Úristen is itt van velünk, mert Jézus mondja, hogy ketten-hárman összejöttök, ott vagyok veletek. Istentől kaptuk a tehetségünket, a hangunkat, hallásunkat,
azért, hogy minden énekünkkel őt magasztaljuk, őt dicsérjük. Idén 7 iskolából érkeztek énekkarok, a várpalotai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolából, a Csajági és a Balatonfőkajári Református Általános Iskolából, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolából, a Veszprémi Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnáziumból, a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskolából és a Litéri Református Általános Iskolából. Úgy érzem, hogy a gyerekek örültek is annak, hogy itt lehetnek, és erről vallanak különben a karvezetők is, hogy már évelején meg szokták kérdezni, hogy akkor lesz fűzfő. És lesz fűzfő jövőre is, úgyhogy ennyi mosolygós, jó hangulatú gyermeket együtt látni itt. A Litéri és a Papkeszi iskola újonnan alakult kórussal érkezett. Moldován László énektanár szeptemberben kezdett tanítani a két iskolában. Mindkét helyen ő vezeti a kórust. Ötven álltunk most itt föl zenekarostól, énekkarostól. Nagyon sokan szeretnének gitározni, illetve ennek már példája is volt, hogy gitároztak is. Billentyűsünk is van, sőt egy harmadikos dobosunk is, aki hát profi dobos, mert hogy már régóta játszik színpadon is, van is rendes dobszerelése. Papkeszire is szeptember 1-én kerültem. Ott nincs ilyen nagy létszámú kórus, de ők is nagyon lelkesek. Ott a magját az 5. osztály adja a kórusnak, de ott is vannak gitárosok, zongorista, ritmusosok még nincsenek, de lesznek, mert föliratkoztak dobra ők is. A Szent Imre napi iskolai énekkari találkozót a másfél órás szívet melengető műsorok után szeretett vendégség és közös áhítat zárta. Rekordszámú vendégrészvételével rendezték meg a hagyományos mártonnapi mulatságot Alsóörsön. A jó hangulatról az iskolások műsora és a Veszprém városi cigányzenekar gondoskodott. Kedves nézőink, folytassák a mondást. Aki mártonnapkor libát nem eszik, nos, ha a szólás igaz, akkor Alsóörsön minden bizonnyal nem sokan fognak éhezni, tekintve, hogy a mulatság éjszakáján az Eötvös Károly művelődési házban kis túlzással egy gombos tűt sem lehetett leejteni. Az idei mártonnap hasonlóképpen áll össze a programja, mint a korábbi 6-7 alkalom, ugyanis az önkormányzat felkarolta ezt a hagyományőrzést, átvettük a hegyközségtől, és egyre bővülő rendezvénnyel lepjük meg a helyieket és a vendégeinket. A szokásos Endrődi Sándor Református Iskola műsorát követően a plébános úr és a tiszteletes úr megáldják az új bort, amit majd meg lehet természetesen kóstolni, és utána pedig egy finom liba vacsorára várjuk a kedves érdeklődőket az óvoda jóvoltából. Ott főzik ezeket a finomságokat, és rétessel is szolgálnak. És a cigányzenekar természetesen a vacsora alatt húzza a talpalával, ott ezt követően pedig egy bárra kerül sor, egészen késő estig, éjszakáig. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ismét meg tudtuk ezt szervezni, és tényleg ez egy olyan hagyomány, amit szeretnénk folytatni, mert egyre többen érdeklődnek, az idén már majdnem 200-an. Mi is azért jöttünk, hogy önöket mulattassuk, de kik a műsoron nem nevetnek, velem gyűlik meg a bajuk. A mártonnapi mulatság műsora az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ 6. osztályos diákjainak mosolyt fakasztó műsorával kezdődött.
majd Berkes Péter katolikus plébános és dr. Kálmán Csaba református lelkipásztor szentelték meg az új bort. Tehát a bor nem más, mint Istentől kapott ajándék, a Zsoltáros szerint is, és mózesi igény szerint is. Ez az ajándék arról szól, hogy Isten ajándéka, Isten szövetsége minden esztendőben újra meg újra, megújulva elénk kerül, hogy lássuk, Isten megtartó kegyelme nem hagy el bennünket. Csodák vannak mindannyiunk életében, a csodákat fel kell ismerni, és egy település életében valóban, ahogyan hallhattuk, az egyik legnagyobb csoda, az a békesség, az egyetértés, ami mindig az Úristennek a szeretetéből forrásozik. Hát én azt kívánom a tisztelkedves jelenlévőknek, hogy ez a csoda, ez folyamatosan legyen jelen Alsóörs településének az életében, az Istenben forrásozó békesség és szeretet, és ezzel a jó kívánsággal áldjuk most meg a bort. Ha már bor. Bár az idei nyár viharai a régióban erősen megtizedelték a szőlőtőkéket, a felvidéken szerencsére valamivel jobb a helyzet. Márpedig Alsóörs testvértelepülési kapcsolatainak köszönhetően onnan is érkezett némi ízletes nedű a Balatonhoz. Az idei Martonnapra hoztam zöldböltönit, Riesling, olasz Rieslinget és Riesling szilvánit, nem tudom, nálunk az Müller Türga, magyarok azt nem nagyon használják azt a bort. No és hát idén nekünk nagyon jó volt a termés, csak nem volt cukor. Mikor sok a mennyiség, akkor nincs minőség. De nagyon meg voltunk elégedve, a fiam jó barokot készített, remélem, hogy mindenkinek fog tetszeni, sok itt a baradhat, majd megkóstoljuk. A Szent Mártonhoz köthető hagyományokat ápoló vendégek klasszikus cigányzene kíséretében költötték el az elmaradhatatlan liba vacsorát, hogy aztán éjközéping mulatással, nótázással, tánccal és beszélgetéssel tegyék emlékezetessé ezt a napot. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat. Energetizálás. Közel 1 milliárdból újulnak meg a kormányhivatalok. Nyílt nap. Sokan érdeklődnek a két tannyelvű gimnázium iránt. Márton nap. Telt ház az alsóörsi liba vacsorán. Műsorunkból hátra van még a térségi magazin. Elsőként a Diabétesz világnapja alkalmából beszélgetünk a betegségről. Aztán a balatoni halak és a halászat lesz a téma. Felhívom figyelmüket az elérhetőségeinkre, a képernyő alján olvashatják. Internetes oldalunkat is keressék, ott visszanézhetőek az anyagaink, és természetesen a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak közösségünkhöz. Én mára megköszönöm figyelmüket, friss híradóval pénteken jelentkezünk, maradjanak velünk a viszontlátásra!